könnyű szülést, kedves barátaim, most már kitáguldunk, kibővültük magunkat itt a karácsony, úgyhogy újabb kihívásoknak vagyunk kitéve. Kedves rajongém, nagyon jó hírem van, még mindig kövér vagyok. Mondhatni, hogy eddig hamar visszanyertem a szülés előtti alakomat. Üdvözlök mindenkit a 10 millió szoptatási tanácsadó országában. Ugyanis képzétek el, hogy az elmúlt időszakban mindenkitől kaptam szoptatási tanácsot, még tulajdon édesapámtól is. Van ez a kismama amnézia, ami ugye terhesség alatt ütötte fel a fejét. Ez egyre durvább valószínűleg azért, mert nem alszom túl mélyen, mert folyamatos készültségben vagyok. Gyakorlatilag még azt is hallom, hogy beüti más a pinkódját három lakással arrébb, és múltkor elmentem egy ilyen divat bemutatóra. Ne kérdezzétek meg, hogy miért. Hát én is most már így a divat szakmának az egyik jelentős képviselője vagyok. Készítettem néhány terméket, hogy karácsonyra megvásároltassam emberekkel, de a bevételt azt 100%-ban rumos kólára fogom költeni. Szóval az anyag, hogy van ez a kismama amnézia, ami átváltozott most már ilyen gyermekágyi amnéziává. Múltkor elmentem el a divat bemutatóra, és találkoztam egy ismerősöm, aki kérdezte tőlem, hogy felismersz? Emlékszel még rám? És mondani akartam neki, hogy ne haragudj, de kismama amnézián van, de ehelyett csak annyit ki a számom, hogy ne haragudj, de kismama anorexián van. Néztünk egymásra, és hát ő meg csak annyit mondott, hogy szerintem már jobban vagy. Na, de nem ez a legdurvább. De gyerek kedvenc állata a róka. Mindenféle minőségben és mennyiségben előfordul a lakásban hát, igazi róka is, meg saját szájjal készített róka is. Hát azon gondolkodtunk, hogy milyen maradandó születésnapi élményt fogunk majd neki az első születésnapjára előkészíteni, és azt szerettem volna, hogy hívjunk el egy ilyen róka impersonátort, aki ugye hát eljátsz, hogy róka. Ez egy önmagában is egy kicsit talán beteg ötlet. De ehelyett azt mondtam, hogy hívjunk meg egy róka inszeminátort. Na, ez egy erős rendezvény lenne. Gyertek, kedves gyerekek, gyertek! Most ez a bácsi, most megtermékenyíti ezt a rókát, itt mindenki szeme láttára. Mindig tanulhatok tőlem valami újat, ezért van jelentősége ennek a vlognak. A múltkori rész után elszabadult a kommentpokol. Nem tudom, honnan előkerültek a nagyon segítőkész édesanyák, akik leírták a különböző aggályokat a gyereknevelésem kapcsán, ami azért érdekes, mert hát egy 15 perces összevágott videót láttak, ugye, amit ugye kettő darab szakás férfi előtt veszünk fel. Nem tudom, mire számítottak, hogy majd itt fog négykézláb mesztelni a hídban szoptatni, miközben különböző ilyen ősanya nótákat kántálok, vagy folyamatosan csak a csalódást okozom, nem csak a rokonaimnak, hanem a rajongóimnak is, úgy látszik. Ezek azért nagyon durva ilyen ideológista anyukák, akiknek tényleg az van, hogy ők a fejükben beállítottak egy ilyen ideológiát, hogy hogyan kell csinálni, mi a jó út, és csak az egyetlen út, amin járni lehet. Nem is tudom, ki csinált még ilyet? Várjál. Ki volt az, aki a saját elképzelését akarta ráerőltetni mindenkire? Ja, Hitler. És az is milyen jól sikerült. Szóval az a tanulság eddig, legalábbis eddigi 4,5 hónapos anyaságom kapcsán, hogy többféleképpen is fel lehet nevelni egy gyereket. Tudom, ezek bűnös szavak, amik elhagyták a számat, de képzeljétek el azt a világot, ahol így több módja is van. Több dolgot is lehet a gyerek, az anyukáknak más jellegűek a problémái. Igen, köszönöm, tudom, hogy rajtam kívül más embereknek is van hasimotója ebben az országban, de azt így nagyon nagy erőfeszítések árán el tudjuk képzelni, hogy minden ember más, minden gyermek más. Erre fogok írni egy dalt. Minden ember, minden gyermek, minden macska más. Én nem tudom, hogy ennek mi értelme van. Szerintem, aki úgy érzi, hogy ezt az utat kell járni, az így aludjon egy nagyot. Vagy igyon meg egy rumos kólát, meghívom egy unikumra, mert ez nem jó, nem segítség. Legalábbis nekem nem volt segítség. Szerintem a gyerekeknek arra van szükségük, hogy szeressék és etessék őket, és az anyukáknak is arra van szükségük. Sokan mondják, hogy fejben dől el. Valóban, fejben dől el. Aki ilyeneket mondja, hogy másnak tanácsként, hogy fejben dől el, annak üzenem, hogy a Titok című könyvön kívül esetleg egy anatómia, biológia, vagy bármilyen másik könyvet is elolvashatna, mert szerintem újszerű információk garmadával fogod találkozni. Na, szóval, belevágok akkor az első sztoriba. Ugye az volt, hogy hazajöttünk a gyerekkel, ami nagyon aranyos dolog volt, mert Manci azonnal örökbe fogadta a gyermekemet. Az aggályaim elszálltak ezzel kapcsolatban, viszont nagyon nagy erőfeszítés Mancit távol tartani a különböző stratégiai pontoktól, ilyenek az autósul és babakocsi kiságy, úgyhogy felszereltünk különböző ilyen, hát ilyen vadrácsokat és visszatartó erőket, hogy Mancit a helyére tereljük, de ő ezt csak ilyen kellemes nehezítésnek vette, úgyhogy egyfajta ilyen beletörődő és hespicsába hozzáállással vagyunk jelen, úgyhogy vagy nem veszünk róla tudomásra, rosszat csinál, vagy mondjuk neki, hogy
Manci. A 63 négyzetméteren lakunk, ez gyakorlatilag egy tenger alatt járó, úgyhogy kétszer is meg kell gondolnunk, hogy kit hívunk fel a lakásunkra, azt is, hogy hogyan viselkedünk, hogy mit vásárolunk meg, és hogy mi az, amit itt hagyok egy percre, mert 3 nappal később abból valami óriási dolog nő ki. Gyakorlatilag minden 15 centim van egy pelenka. Szóval hazajöttünk, itthon már lett tejem. Hát nagyon fontos, hogy be volt már sárgulva sajnos, mert ugye hát nem kapott elég eledelt a kórházban, és ezért 3 óránként kelteni kellett, illetve etetni kellett. Úgy voltam vele, hogy a sárgaság múljon el, és nyugodjunk meg, legyünk ezen túl. Másrészt meg hát elég nagy születési súlyú gyerek volt, vagyis hát, szóval az azt jelenti, hogy alapból nagy étvágyal született. Ez amúgy utólag leredukálódott, most meg már etetni nehéz, tehát így nem szeret enni, mert unatkozik, és számára ez a legunalmasabb tevékenység. Hát köszönöm azoknak az embereknek, akik javasolták, hogy hívjak szoptatási tanácsadót. Ezt megtettem én már akkor, amikor ugye hazaérkeztünk, mert éreztem, hogy erre szükség lesz, másrészt pedig tájékoztattak erről a kórházban, és már hamarabb is, ugye kedves kismama kollégák, hogy ez jól fog jönni, úgyhogy már fel voltam készülve, nyugodjunk meg, találkoztam szakemberrel. Tök jó fejek amúgy a szoptatási tanácsadók. Az én mellemet szerintem megközelítőleg ilyen 7-14 ember sodorgatta, csipegette, nyomta össze, húzkodta, stb. És egy büdös forintot nem kaptam érte. Hát az volt a szitu, hogy nem volt ugye elég a cucc, és akkor végül a Szoptanit nevű készülék kellett, hát hogy is mondjam, új vizekre eveznünk. Szoptanit. Ez a neve. Tehát volt egy marketing, és azt mondta, hogy nevezzük el. Szopás. Tanítás. Szoptanit. Ez egy madzagon a nyakadba köthető műanyag tartály, amiből 2 darab cső lóg ki, amit rá tudsz celluxozni a mellbimbódra, amit bekap a gyerek a mellbimbóddal együtt, és amikor szopik, akkor közben a csövön szívja a cuccot is hozzá, ezért folyamatos ingert kap a melled, de a gyerek is, ugye pozitív megerősítést kap, hogy ő is közben kap tápanyagot, ezért nem megy el a kedve a szopástól. Aki azt mondta, hogy szoptatni könnyű, az pakolja ezt a kis cuccait, és menjen most a pokolba, mert ez nem így van. Szerintem ezzel lehet a legtöbb embernek a kedvét amúgy elvenni a szoptatástól, hogy úgy teszünk, hogy ez egy nagyon könnyű dolog lenne. A szoptatás egyáltalán nem könnyű, nem csak azért, mert egy csomó hormon van rá hatása, hanem nagyon sok mindenre oda kell figyelni, nagyon jól akarod csinálni, de közben a gyerek is ugye ügyetlenkedik, akkor te is ügyetlenkedsz, akkor közben nagyon sokat, nagyon kitartóan kell próbálkozni, nagyon kell figyelni a gyerekedre, nagyon sokat kell ébren lenni, de ezen kívül még nagyon sok aspektusa van, ami miatt nehéz. De én úgy voltam vele, hogy persze természetesen vállalom, mert ez nagyon fontos és jó tesz a gyereknek. Nagyon-nagyon sokáig ment a próbálkozás, én a mentális teljesítőképességem végső határáig vittem ezt a dolgot, és volt egy pont, ahol el kell döntenem, hogy a gyerekem szemszögéből mi a legjobb, amit a gyerekemnek adhatok, és arra gondoltam, hogy lehet, hogy egy épeszű anya az így többet számít, mint egy kizárólagosan anyatejjel etetett gyermek, úgyhogy belenyugodtam egy ponton abba, hogy ez egy ilyen vegyes tüzelésű gyerek, és az van, hogy nem szégyellem, egyáltalán nem szégyellem, és egy pillanatig nem vagyok hajlandó rosszul érezni magam emiatt. Aki pedig másokkal azt érezteti, hogy ez probléma, hogy rosszul csinálta, vagy hogy nem tett meg mindent, azoknak van egy hely a világban, ahol majd erről sokat beszélgetnek hathatósan. Hát úgy hívják, hogy pokol. Az van, hogy egymás felett ítélkezni, meg ez az a konstans ilyen magas standardek felállítása, meg különböző ideológiák másokra erőszakolása, hát nem tudom, ez miért jó? Vagy mi a hasznod belőle? Volt embereknek segítette ez? Különben, hogy elkezdték nyomasztani így a szarságokkal, más anyák meg nők. Hát nem tudom, miért nem lett több tejem, mert miután mindent kipróbáltam, megittem az összes tejszaporító terméket, megettem az összes tejszaporító vitamint, a hátam mögé dobtam 3-szor a csirkecsontokat, használt harisnyában aludtam, amit előtte Cher felszentelt, és különböző éjszakai és napali szánszokat tartottunk. 700 asszony imádkozott Máté Szalkán azért, hogy legyen tejem, és 14 kismacska nyalogatta a mebimbóimat, hogy hát attól jobb lesz, de nem történt semmi. Úgyhogy ezen a ponton kellett azt belátnom magamnak, hogy ez így nem fog működni. És akkor ez akkor azt mondja, hogy ez hány hét volt, 8 vagy 9 hét. Lehet, hogy a 10. héten jött volna be bármelyik praktika, de sajnos arra már nem volt kapacitásom, hogy ezt megvárjam. Viszont cserébe van egy nagyon jó felgyerekem, aki nem úgy néz ki, mint hogy bármi baja lenne. Onnan tudom, hogy valami baja van velem a gyereknek, hogy mindig lehúzza a lábára a zoknit egyfajta néma segélykiáltásként. Ugye az első 2 hét az szigorúan 4 fal között zajlott, mert egyrészt még friss volt a
a sebb, a vágási Feri sebb, másrészt pedig még a gyermeket is, hát hogy is mondjam, az életben tartás státuszban voltunk, mert még nem találkoztunk ilyen friss gyermekkel. Két hét után kimenni az utcára, amikor ilyen intenzív érzelmi és fizikai élményeken vagy túl, ez konkrétan olyan, mintha így LSD-znél. Micsoda. Az ég mindig ilyen magas volt, és atya, úristen. Olyan volt a Tesco-ban vásárolni, mintha Disneyland-ben lettem volna, konkrétan. Majdnem megöleltem az árufeltöltőt. Viszont ezzel, hogy felsültem a szoptatásra, sajnos az a terv sem valósult meg, hogy leszoptassam magamról a súlyfelesleget. Ezért el kellett kezdenem járni edzeni. Úgyhogy 12. héttől járok crossfitezni Nórához, aki a crossfit edzőm, és ez azért nagyon jó, mert körülbelül olyan edzettségi állapotban vagyok, mint egy ilyen tartósan mozgássérült, aki a mozgássérülés mellett még egy autóbaleset is szenvedett. Tehát nagyjából ez az én fizikai felkészülésem at the moment, de Nóra nagyon, nagyon kitartó és nagyon izmos. Ő a példaképem, ha egyszer annyiszor fog tudni legugolni, mint Nóra, akkor biztos, hogy elindulok valami világversenyen. Amikor 6 hetes volt a gyermek, akkor a kismama pajtásaimmal, akikkel együtt voltunk terhesek, megfogadtuk, hogy megünnepeljük, és többen össze fogunk gyűlni Budapest egyik belvárosi csehójában, hogy ígyunk egy sört. Mindenki lefektette gyermekét aludni, akik mit sem sejtve elaludtak, és ment a körbetelefonás este 11-kor, hogy figyelj, figyelj, itt vagyok, most akkor én ezt nem tudom megcsinálni, elmegyek, felgyűlöd a ház, vagy betörnek, elviszik a gyereket. Hogy hagyjam itt? Az apjára hagyjam itt? Most komolyan az atyára? És nagyon-nagyon-nagyon stresszelések voltak, egészen addig, amíg Liza barátnőmet fel nem hívtam, aki közölte a következőt. Figyelj! Én is kijöttem az utcára, sírtam, hogy mi lesz, aztán elsétáltam a villamosig, most már a nevére sem emlékszem. Na gyertek, menjünk akkor, ott találkozunk. Úgyhogy mindenki bepattant egy autóba, vagy bepattant egy taxiba, mert egyikünk sem volt Stoll András. Megittunk egy vagy két citromos gösszert. Kipanaszkodtuk magunkat, és másfél órával később visszatértünk a bázisra, ahol a gyerekek ugyanúgy aludtak, mint hogy ott hagytuk őket, és úgy éreztem, mintha a világ legdurvább buliában lettem volna. Napokon keresztül azt éreztem, hogy... És most már, hát mennyi idő, és most már a gyerek 5 hónapos, képzeljétek el, hogy ittam igazi, igazi alkoholt is egy karácsonyi rendezvényen, és az első kérdés, amit feltesznek, hogy hol a gyerek? Mondtam Péternek, hogy úgy vigyázzon rám, mintha a sajátja lenne. Most azért nincs is sem Anci, meg se a gyerek, mert egymásra vigyáznak a fáskamrában. Én hiszek az igény szerinti nevelésben, ezért például, hogyha időre megyünk valahova, akkor mindig hagyok egy kis időablakot, hogy már felöltözve, de legyen lehetőség a gyereknek tetőtől talpig lehánynia, vagy esetleg saját magát összefosni, mert ez is hozzátartozik az igény szerintiséghez. Gondolkodom rajta, hogy a videósorozatot podcast formájában folytassam. Írjatok arról, hogy szeretitek-e podcasteket, hallgatnátok-e podcastet, vagy legyen inkább videó? Videó vagy podcast? Most már újra élek, elindult a merchandising business, ugye? Vannak különböző termékeink, ebbe az a legkirályabb, hogy a saját arcodat tudod betenni a matrióska figurába, úgyhogy nézzétek meg a www.ráskoeszter.hu-t, hogy mik a lehetőségeitek. Vannak nagyon kifinomult, ízlésre való tárgyak. Illetve fel tudjátok öltöztetni gyermeketeket is. Szóval vásároljatok termékeket a www.ráskoeszter.hu-ról. Az ott befolyt összeget teljes egészében a Nemzetközi Róka Inszeminátor Egyesület támogatására fogjuk fordítani. Akkor számoljunk csak utána, hogy összesen hány matrióska gyermek született idén? Az igen. Szóval, hogy mi is a tanulság ebből az egészből? Képzeljétek el, ma arra ébredtem, hogy 21 hetes terhes vagyok. Hát nem is tudom, sokkot kaptam? Vajon lehet-e szülni a Mekiben? Ha Mekiben szülök, kap-e egy életre elegendő sajtburgert? E héten megtettem, hogy kódolatlan az HBO. Figyelj! Komolyan mondom, lehet, hogy gyereknek nem örültem ennyire. A művészet akkor is művészet, hogyha előtted már több ezzel megcsináltál. Ez én vagyok. Köszi, hogy megismertél. Tökéletes. Hatalmas nagy Filip. Igen, gyere, hozzad a kaját, jó? Fogalmam sincs. Viszont most már megvan a gyerek.
Úgyhogy az üzembehelyezés megtörtént, most már csak a karbantartással és az üzemben tartással kell foglalkozni. Hogyha van kedvetek, tartsatok velem, nem sokára jövünk újabb, érdekes, izgalmas részekkel. Kérlek szépen, kommentben jelezzétek, hogy van-e kedvetek inkább podcastet hallgatni. Csak azért annyira fontos, mert podcastet úgy tudok csinálni, hogy nem öltözök fel hozzá. Időközben visszavászkodtam a színpadra, mert hát nem bírok magammal, úgyhogy gyertek el a Duma Színházba, nézzétek meg az önálló estemet, amire itt tudtak majd jegyet venni. És hát nem kevésbé színvonalas címet kapott, mint Nagy Árpi. Vagy ha erre nem, akkor tavasszal újra lesz Matrióska találkozó, és folytatjuk az ismeretterjesztő sorozatomat, majd még meglátjuk, hogy milyen formában. És kövessetek be Instagramon, ne kell már még egyszer elmondanom. Mindenkinek kitartást kívánok, meg könnyű szülést, ne adjátok fel. Higgyétek el, nem eszik olyan forrónak ását. Akármi lesz, megcsináljátok, mert hiszek bennetek, plusz végignéztétek a 20 részes felkészítőt, ami által gyakorlatilag mindent tudtok a világról, az életről, a nehézségekről, és kérlek benneteket, hogy ne basztassátok egymást, engem meg végképp ne basztassatok, és legyetek boldogok, élvezzétek az anyaságot, ha bárki akarna esetleg inni velem egy unikumot, akkor pedig... Szóval mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy kitartott mellettem idén. Tágultunk, bővültünk, de most már csak egy dolgunk van hátra, hogy megegyük azt a kurva sok belgit, és hogy boldog karácsony kívánjunk mindenkinek! Na, gyerünk! Boldog karácsony! Köszönöm szépen! Egészségedekre!